július 3-án a Padlás című előadással indul az idei Agria nyári játékok. A folytatásban erről fogunk beszélgetni, kicsit mindig nehéz ezzel kapcsán beszélgetni, de mindjárt azt is elmondjuk, hogy miért. Kelemen Csabáné Lengyel Edina a vendégünk. Szia Edina, jó estét kívánunk, köszöntünk itt a stúdióban. Azért nehéz mindig erről egy kicsit beszélni, meg az ember még libabőrös az emlékek miatt értelemszerűen, hiszen a férjed Csaba ugye tavaly október 26-án hunyt el a koronavírus következtében, és hát gyakorlatilag az Agria nyári játékok az az ő nevével összefort az elmúlt két évtizedben. Arra lennénk kíváncsiak az első körben, hogy mi az, ami téged motivált abban, hogy ezt a munkát folytasd? Rendkívül sokra tartom a férjem hitét, elhivatottságát. Ő mindig azt mondta, hogy nagyon örül annak, hogy a színészi pályát választotta, hisz így sokat tud adni az embereknek, és azt hiszem, ezt mondhatom is, hogy sokat adott. Hazaszeretetben, nemzeti érzésekben, emberi tartásban, értékrendben, emberségben. És ez mind visszatükröződött abban, amit tett, amit alkotott, értem ezt az önálló estjeire, vagy az Agria nyári játékokra is. És úgy gondolom, hogy kötelességem tovább vinni, folytatni az ő szellemi örökségét, és ezt büszkén is teszem. Remélem a Jóisten mellém áll, és sikerülni fog, mert egy ilyen életműnek nem lehet ennyivel vége. Sok jó ember van körülöttem, akik segítenek abban, hogy ezt az ügyet szolgálhassam, mellettem állnak, támogatnak, és ez erőt ad a továbbiakhoz. Többen is segítenek benne, szakmai és baráti segítségéről biztosított Moravec Levente, Seregi Zoltán és Vándorfi László. Ők igazgatók, mind Kőszínházban, mind szabadtéren is, úgyhogy ők sokat tudnak nekem segíteni. Több évtizedes barátság fűzte őket Csabához. Igen, hát Leventével ugye egy osztályba járt, azt hiszem a Zolival is a főiskolától van már kapcsolata. Nos, akkor beszéljünk egy kicsit a programokról, jó? Hogy mi alapján állítottad össze, vagy hogy fogalmazzam, mekkora beleszólásod volt az összeállításban, vagy Csabi még ebben részt tudott venni annak idején? Könnyű és nehéz dolgom is volt egyben. Könnyű azért, mert ő már 2020-ban összeállította a 21 évi programot. Ezt még együtt mentünk el, és néztük, megválasztottuk ki, hogy melyek azok az előadások, amelyeket szeretnénk elhozni a nyáron. Lényegében az ő álmát és vágyát testesítik meg azok a darabok, amiket elhozunk a nyárra. Tehát ebből a szempontból könnyű volt. Az ő álmait fogjuk a nézőközönség elé vetíteni, így van, elhoztátok. Igen, és viszont nehéz pedig abból a szempontból volt, mert ez az idei nyár az első olyan nyár, amikor nélküle kell megszervezni az Agria nyári játékokat. Ez egy kis bizonytalansággal tölt el, és hát nagyon fáj és hiányzik, hogy ő már nincs velünk. De én úgy gondolom, hogy Csaba hosszú évek munkájával fölépített egy jó működő csapatot, akik mindig mögötte álltak, és akik profi módon látták el a munkájukat. Ezek a színészek, műszakiak, háttérdolgozók biztosítottak a segítségükről. Akik egyébként is most már lassan évtizedek óta mondhatjuk azt, igen, tevékeny részesei. És mely előadásokat emelnéd ki esetleg? Hát a Padlás című népszerű és közismert operettel indítjuk musical-lel, igen, indítjuk az a nyári Agria játékokat. Július 3-án szombaton 21 óraig kezdettem, mivel a közönség nagyon szereti és ismeri ezt az előadást, ezért úgy gondoltuk, hogy ez méltó nyitása lesz az idei nyári évadnak. És az operett és musical fesztivált viszont szeretnénk folytatni, mert ez a két műfaj párosítása egyedülálló az országban. És az előző évek sikerei azt támasztották alá, hogy az egri közönség vágyik a színvonalas zenei produkciókra. És éppen ezért úgy gondoltam, hogy elsősorban megemlíteném a Monarchia Operett Hungaricum Operett gáláját, ami most is, mint eddig bármikor, nagyon látványos és nagy szabású előadásnak ígérkezik. Amit még szeretnék kiemelni, a Nem élhetek muzsika szó nélkül, a zenés vígjáték Mikó István rendezésében, és a Salgó Tarjáni Zente Ferenc színház hozza el ezt az előadást. Ők először járnak még nálunk. És szintén ők hozzák a Lovagias ügy című zenés vígjátékot Koltai Róberttel a főszereppel.
De ha már operett és musical fesztiválnál tartunk, szeretném elmondani még, hogy a nagy sikerre és érdeklődése való tekintettel negyedszer látogat el hozzánk a Pál utcai fiúk a Veszprémi Pannonvár Színház előadásában. És hát, hogyha operett az utolsó 31-i szombati előadást, a Viktória című nagy operettel zárjuk, a Békés Csabai Jókai Színház előadásában. Ennek van egy elég szomorú apropója is, mivel Csaba játszott volna a nagykövetet, igen, ebben az előadásban, de így barátja és színésztársa Szolnoki Tibor vette át az ő szerepét. Nos, hát akkor egy kicsit említsük még meg, ami nagyon fontos, az egri csillagokat, ugye, mert hogy az egri csillagok is szervesen kapcsolódott Csabához, hiszen ő játszotta benne 20 éven keresztül Dobó Istvánt. Hogy pótoljátok Csabát ebben az előadásban? Hát nagyon nehéz dolgunk volt, mivel Csaba összefordult Dobó István alakjával, de hát természetesen megoldást kellett keresni, és találtunk is, hogy szerepét Nagy Lóránc színésztársa veszi át, aki már az előző években játszotta a fiatal Dobó István szerepét, akik látták előadásainkat, már jól ismerhetik. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy Nagy Lóránc színművész méltó utódja lesz a férjemnek. És hát Lórit ugye az egri közönség is ismeri, mert jó néhány darabban. Egyébként ez a legnépszerűbb előadásunk mindig teltházzal, és töretlenül járja, én már 20 éve diadalútját az egri várban, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rá. A Kamara Színházról még nem esett szó, ott milyen előadásokkal várjátok a közönséget? Igen. Tehát a Kamara Színházunkban most két új bemutatót jelenthetek be, az egyik a Valódi Hamisítvány, ez július 4-én, 5-én és 6-án lesz látható. Ezt Levente, ti fogjátok előadni Andival. Ezzel az előadással szeretnénk megköszönni a járványhelyzet alatt a frontvonalban dolgozó szakemberek munkáját, ez az előadásunk ingyenes lesz. A másik új bemutató Barát Zoltánnak az önálló estje, amelyik Szervusz Párizs címmel lesz látható, ez egy sanzon és kupléest. De egyébként még az Árcintér is több előadással fog ellátogatni hozzánk. Itt főbb szerepekben Hegyi Barbarát, Kútvölgyi Erzsébetet, Járó Zsuzsát és Úma Mónikát láthatjuk. Így van. Elég sok színű, én azt gondolom, ez a repertoár, és ha az elmúlt éveket figyelembe veszük, akkor most már a Kamara Színház is, ha lehet mondani, akkor elég komolyan erősödött repertoárban. Ugye tudjuk, hogy ma megint bejelentettek különböző változásokat, tehát nem tudjuk még pontosan, hogy a jövőben mi fog vonatkozni a látogatóhatóság szempontjából. Azt most el tudjuk mondani, ugye, hogy a Líceumban 500 fő fölötti nézőtérben, tehát jelen állapot szerint, és azt hangsúlyozzuk, igen, csak védettségi igazolvánnyal lehet bemenni. Igen. A Kamara Színházi előadás viszont az mindenféle korlátozás nélkül látogatható, ugye, igen, ha jól tudom. Igen, így van. Edina, azt kívánjuk szerintem valamennyiük nevében, hogy legyen sikeres ez az idei nyár az Agria nyári játékoknak, mert ha nekik sikeres, az azt jelenti, hogy a nézők elégedettek, és örülnek annak, hogy újra színházba mehetnek. És még egy fontos dolog, hogy jegyet hol lehet venni, vagy hol lehet érdeklődni az előadásokról részletesen. Az Eszterházy Károly Egyetemmel szemben lévő pavilonunkban lehet a jegyet megvásárolni. Illetve a honlapon gondolom. És a honlap az pedig a www.agrianyarijatekok.hu weboldalon részletesen tudnak tájékozódni a kedves nézők. És reméljük, hogy eljutunk odáig, hogy már a Líceumba se kell védettség igazolvány, de ezt még nem tudhatjuk, jelen állapot szerint még kell. Edina, sok sikert kívánunk, és nagyon szépen köszönjük, hogy én itt voltál. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem, és hát várjuk a kedves nézőket a nyári játékokra. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.